180 percnyi töményem egyáltalán nem unalmas kulturális utazásra kalauzolta az érdeklődőket a Sátoralja Újhelyi Kazinci Múzeum. A résztvevők bepillantást nyerhettek például a régészek mindennapi munkájába, megtudhatták, hogy a hosszú élet egyik titka a fizika tanulás, megismerkedhettek a magyarországi őshonos és betelepült katicabogarakkal, amelyekről kiderült, hogy a rovarvilág fene gyerekei, de még a világhírű magyar cukrás süteményekről is hallhattak érdekességeket. Nekem nagyon tetszett az összes, mindegyik nagyon érdekes volt, és nagyon jó előadások voltak. Nekem a legjobban, amikor a cukrászatról beszéltek, a magyar cukrászatról, azt tetszett a legjobban. Nyíri Péter irodalomtörténész a mesevilágba kalauzolta az érdeklődőket. A Magyar Nyelv Múzeumának vezetője Petőfi János vitézének szimbolikáját feltárva a mű új jelentés tartalmait mutatta meg a közönségnek. Sok újat hallottam. Például a mese, az nekem nagyon tetszett, mert szeretem az irodalmat, de így nem közelítettem még ehhez a János vitézhez például soha. De a többi előadás is nagyon tetszett nekem, érdemes volt eljönni. A szakemberek szerint a családnak és az iskolának óriási a felelőssége abban, hogy a következő generáció milyen kulturális örökséggel rendelkezik majd. Egyáltalán nem mindegy, hogy mit olvasnak vagy mit hallgatnak a gyerekek. A mesék kiválasztásában, a különböző nyelvi formák átadásában a szülőnek és a pedagógusnak rendkívüli felelőssége van. Ugye ez mindig az embernek a felelőssége. Ezért szoktuk mi azt mondani, hogy akár nyelvművelésről beszélünk, akár általában a művelődésről, a kultúra átadásról, ott elsősorban emberművelésről kell beszélnünk. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 3 órás előadás sorozat jó alkalom volt arra, hogy még többen megismerjék az európai színvonalú kiállításokkal és belső terekkel rendelkező megújult Kazinci Múzeumot. Meg kell mutatnunk az új épületet, az új kiállításokat, ismét élővé kell tenni az épületet, a múzeumot, tehát mondjuk ez is indokolja, meg hát, hogy szeretjük a magyar kultúrát. A múzeumban ez alkalommal nem csak szellemi táplálékkal kedveskedtek az érdeklődőknek. A gasztronómiai előadás kapcsán a vendégek az egyik leghíresebb magyar cukrász világszerte ismert süteményét, a dobostortát is megkóstolhatták.